Ott nálunk egy férj, akinek kénytelenek voltunk elmondani, hogy bizony, ez a hölgy narcisztikus személyiségzavaros, mire ő azt mondta, hogy na is. És akkor mondtuk, hogy hát nagy gáz lesz, mert ha mondjuk kisgyerek lesz, akkor azt elkezdi brutálisan bántalmazni, hogy őt majd elkezdi bántalmazni meg, hogy lesz cut-off. Mire a férfi rákérdezett, hogy és ez körülbelül mennyi idő? És erre mondtuk, hogy hát a gyerek megszületése után egy olyan 2-3 év, amikor ugye a gyerek elkezdi észrevenni a mozaik kövek között meglapuló csúfságokat, és fölhívja arra a figyelmét ez esetben az anyukájának, hogy te bizony hazudsz, nem igaz, nem úgy volt. Mert akkor bántás jön és cut-off. Mire a férfi azt mondta, hogy jó, úgyis azt mondta a hölgy, hogy nem lehet gyereke, hát akkor grandiózus, csodás életet fognak élni, ő elég gazdag ahhoz, hogy a hölgy herdáljon. Na, akkor már állapotos volt a hölgy, és meg is született a közös gyerekük, aki hát rettenetes bántalmazásoknak volt kitéve ilyen már 2 éves korában, gyakorlatilag ilyen halk sziszegő utasításokra a gyerek összerezzent és úgy engedelmeskedett. Úgyhogy látszott, hogy nagyon-nagyon visszaadja neki, vagy átadja neki az anyuka azokat a szülői mintákat, amiket ő kapott. Gondolom, hogy anyai minták voltak. Ezek pedig azok, hogy feltétlen nélküli csodálatot és engedelmességet vár, különben elszabadul a világ. Ezért veszélyes a narcisztikus személyiségzavar, mert hogy olyan, mint egy fertőzés, továbbadjuk. Egyfelől a szülő a gyerekének adja tovább, azzal, hogy ugyanolyan bántalmazott, kiszolgáltatott helyzetbe küldi, amire a gyerek aztán védekezésből bevonul abba, hogy ő magát csodálatosnak tartja. Beépít magának egy olyan szülőt így az agya hátsó zúgába, aki azt mondja, hogy jaj, de jó, persze, te tökéletes vagy, csodálatos vagy, hát, hogy ez most azért nem sikerült, mert északi szél fúj, vagy azért nem sikerül, mert gonoszak az emberek, és nem akarják, hogy neked sikered legyen. Úgy, olyan a világ, ahogy az velem is bánik. Tehát, hogy ezt adják tovább, és hogyha a házastársat nézzük, akkor azt pedig ugyancsak olyan kegyetlenül büntetik, hogy egy kicsit rá is ráragad a narcisztikus személyiségzavaros viselkedés. Sokszor nem is tudjuk, hogy melyikük az, mert annyira megfertőződik a másik. Tehát annyira el tudja fogadni azt a világot, ami gonosz, ami nem áll össze rendszerre, ami ilyen elemekből áll, hogy ordítani kell vele, hogy vedd már észre, hogy mi van a mögött. Hát egyszerű, mert ugye az is egy énvédelmi mechanizmus, hogy igyekszik a személyiség integritása érdekében az ember úgy tenni, hogy a múltját azt valahogy földolgozza, és mivel elbűvölte a másik, és az egész életére rácuppant a másik, ezért ezt valahogy helyre kell tenni, és úgy teszi helyre, hogy tagadja a másiknak ezeket a dolgait. A grandiózusságra azt mondja, hogy hát csodás képességekkel rendelkezik. Igen, és tényleg, és hogyha kézrátétellel meg tudja gyógyítani a sebet, akkor mi az ott a maga kezén? Jaj, hát az azért volt, mert éppen piszkos volt a keze, amit rátett. Szóval, hogy bizony alaposan bekavar az egész rendszerbe, sőt az egész családi rendszerbe a narcisztikus személyiségzavaros.